A rendezvényre látogatók megtekinthették a horgosi termelők terménykiállítását, valamint frissen préselt mustat is kóstolhattak az érdeklődők. A horgosi Biró Nándor bortermelő bora külföldön is népszerű, de elmondása szerint az idei évet nem a legjobban zárta. A fagyással volt egy kis gondunk, ami azt jelenti, hogy egyes fajtákon, például a kékfrankosnál, meg a merlónál megritkította a szemeket, úgyhogy nem hoztak termést, csak az alvó rügyek fakadtak ki, ami hát szerencsénkre, tehát a jövő évre lesz mit meghagyni, ami majd termőágak lesznek. Az eseményen leleplezték Szent Orbán pápa mellszobrát, amelyet Bacskulin István helyi politikus adományozott a falunak. Három mandátum voltam tartományi képviselő, Horgos helyi közösségben voltam helyi közösség elnök, és hogy az eddigi politikai pályafutásomnak legyen maradandó emléke, és a falunak is legyen valami, a borászoknak is jusson valami, így akkor úgy döntött a család, hogy Szent Orbán pápa mellszobrát adományozunk a falunak, aki máskülönben a szőlészek borászok védőszentje. A szüreti napok keretében sportprogramok is szerepeltek, mint például a futóverseny, de a főzőverseny is elmaradhatatlan része volt az eseménynek. A rendezvényen a művelődési egyesületek is képviseltették magukat változatos programjaikkal. A művelődési házban pedig mindenki megtekinthette az idei szüreti termést. Különböző növénykultúráknak a termelői jöttek el megmutatni, hogy miük van, mit sikerült az idén. Hát ugye az a helyzet, hogy az időjárás egy kicsit megtréfálta az embereket, előbb beértek a termések, tehát egy kicsit nehezebb volt az idén összegyűjteni a dolgokat, mert már hát nagyon sok minden leért. A borászok azt mondják, az elmúlt 40 napra is érvényes az, hogy rengeteg napfény volt, de amikor kellett volna az eső, nem jutott a termésre. A kétnapos rendezvény ma délelőtt ünnepi szentmisével zárult, amelyen megáldották az idei termést.